A jelen helyzetben nehéz a kapcsolatot tartani a leendő elsősökkel, de a karcagi nagykonreformátus általános iskolában a tanítónénik online feladatokat adnak a gyerekeknek és szüleiknek. Az egyik elsős osztályfőnök Tótné Harsányi Adrien tanítónő lesz. A tanítónő 2006-ban szerezte a diplomáját, és 2013 óta tanít a Refiben. Most második osztálya van, és az ének-zene a műveltség területe. Ebben az iskolában, a Nagykun Református Általános Iskolában 2013 óta tanítok. Jelen pillanatban második osztályosaim vannak, de már voltam napközés kolléga is, illetve más iskolákban már végigmentem a ranglétra minden fokán, lépcsőfokán. Az ének-zene műveltség területtel pedig felső tagozatban is tanítok, illetve alsó tagozatban is. Egy következetes, határozott pedagógusnak tartom magam. Ugyanakkor a gyerekek tudják, hogy számíthatnak arra, hogy Adri néni, ha kell, a fején pörög, ha kell, viccelődik, ha kell, mindenféle buliban benne van, azért, hogy a siker teljesen megvalósuljon az óráinkon. Az informatikai, digitális eszközöket rendszeresen használja a gyerekek fejlesztésében és a tanulásban is. Az IKT eszközöket rendszeresen használom, hál' Istennek a lehetőség adott, és ezeket a gyerekek szeretik, használjuk is a mindennapokban, és fejlesztjük a tehetségünket, nem csak a sajátomat, hanem a gyerekekét is, hiszen nagyon sok új dologgal, új játékokkal tudunk megismerkedni az óráink során. Ezeket az digitális eszközöket már az előkészítő folyamán is szoktuk használni, elvarázsoljuk a gyerekeket, hiszen az iskolás gyerekeknek, akik ugye belépnek az iskolába óvodából átjöve, megtörténik a varázslat, elvarázsoljuk őket, kinyílik utána számukra a világ, és ezt mind-mind igyekszünk játékosan megvalósítani. Játékosan tanulunk írni, olvasni, számolni, és észre sem veszik, hogy a sok-sok játékidőt felváltja a tanulás, és millió tudással térnek el majd, vagy térnek majd ki az iskolából első év után. Ahhoz, hogy minden siker megvalósuljon, és ez az átmenet zökkenőmentesen sikerüljön, hál' Istennek az iskola évek óta előkészítő foglalkozásokat tud tartani. Ezeket ugye természetesen, ahogy elmondtam, már játékos formában szoktuk megvalósítani, és amikor szeptember 1-én belépnek a gyermekek az iskola kapuin, akkor már úgy érkeznek, hogy ismerik egymást, ismernek minket, és sokkal bátrabban, magabiztosabban ülnek be az iskola padjába. Óráin játékosan tanulnak írni, olvasni, számolni az elsősök, és millió tudással érnek az első év végére. Gyermekével otthon anyaként foglalkozik, de ha a helyzet kívánja, szigorú vele is. Nyilván otthon is vannak szabályok, de azért anya otthon egy kicsit lazább. Viszont ugyanakkor, amikor a helyzet kívánja, akkor pedig szigorú. Szeretnék vele többet foglalkozni, de hát ki mire vevő, lasszóval sem tudom lekergetni, vagy kergetni az asztalhoz. Igyekeznék vele határozottan tanulni, de nem hozza így a lépés. Ezáltal hát úgy, ahogy a helyzet diktálja, úgy alakulnak a dolgaink a mindennapokban. A kikapcsolódást a családi kirándulás, túrázás, fürdőlátogatás, mozizás jelenti. Ez most nincs, így otthon töltik el a szabad idejüket. Szeretünk kirándulni, a családdal elmenni a természetbe. Igazából fürdőket szeretjük járni, de most a jelenügyi vagy a járványügyi helyzetben ez ugye nem lehetséges. Amennyi időt tudunk, együtt vagyunk otthon. Más lehetőségeink most jelen pillanatban nincsenek. De szeretünk elmenni a hegyekbe, elmenni wellnesselni, hogyha esetleg kihozza a lépés, vagy esetleg egy kikapcsolódás moziként is nagyon jót szokott a családnak tenni. Az ének-zenei irányvonal a leendő elsősöknél is meglesz. A tanítónő arra törekszik, hogy egy kis zene mindig legyen az óráin. Legyen az matematika, olvasás, környezetóra, ha a tananyag úgy kívánja, keres valamilyen gyerekdalt, zenét, hogy minden nap elvarázsolja tanítványait. Mindig törekszem arra, hogy az óráimban, minden órába belecsempésztem az ének-zenét, matematika, olvasás, környezetórára is, hogyha a tananyag éppen úgy kívánja, akkor mindig keresek hozzá valamilyen gyerekdalt, vagy valamilyen zenét hallgatunk, tehát mindenféleképpen minden nap szoktam a zenét elővarázsolni, hiszen a szívem csücske gyerekkorom óta.